A szőlőskert tavasztól őszig ad munkát, szinte minden héten a tulajdonosának, és csak a mi klímánk alatt csak akkor tudunk eredményesen akár csemegeszőlőt, akár borszőlőt termeszteni, hogyha a zöld munkákat rendszeresen és gondosan elvégezzük. Zöld munkák közül a legfontosabb a szőlőnek a kötözése, hogy a szél ne tegyen kárt a hajtásokban, ne törje azokat le. A hajtásoknak a rögzítésére évtizedek óta a rafiát használják. Ezt azonban fokozatosan fölváltja egy modernebb kötöző anyag, amellyel nagyon biztonságosan lehet a hajtásokat rögzíteni. A következő fontos zöld munka a hónajhajtásoknak az eltávolítás, hogy a tőke ne legyen túlságosan sűrű, a fürtöket kellő mértékben érje a napsütés. A fiatal hajtásokat ki lehet tördelni, az idősebb hajtásokat azonban nem tudjuk már sebzés nélkül kitörni, és ezért ezeket 2-3 levél magasságában visszavághatjuk, ugyanazt a célt fogjuk elérni a segítségükkel. És végül nagyon fontos munka az is, a nyár derekán, hogy a támrendszer fölé emelkedő hosszú hajtásokat, amelyek értékes részeket, fürtöket már nem tartalmaznak, visszavágjuk, és ezzel nagyon sok tápanyagnak a fogyasztását akadályozzuk meg, és lehetővé tesszük, hogy a késő őszi pernaszpora fertőzés ne tegyen kárt a szőlőtőkékben.